mindenkit ez a HOCTV első egésznapos adása. Itt most felállítottunk egy ötönző stúdiót, úgyhogy azzal szeretném kezdeni, hogy ha van itt velünk valaki, akkor jelezze, hogy a hang megfelelő a kimeneti oldalon. Addig is azért elkezdeném mondani a mondani valómat. Ez a nap egy teljesen szokatlan műsor lesz ugye a mi életünkben. Rengeteg vendéget hívtunk, rengeteg ajándékot fogunk kisorsolni. Ami nagyon fontos, hogy a Füldi egy sétrepülés. Nagyon halk, közben láttam a üzenetet, hogy nagyon halk. Tehát a Füldi egy sétrepülés lesz. Majd elvesztettem a fonalat, elnézést, majd megpróbálok kicsit jobban beleérni a dolgba. Tehát a lényeg az, hogy rengeteg vendéggel fogunk találkozni ma. Elsőként Gáfi Istvánnal, a Kverti Computer atyával fogunk beszélgetni egy pár percet. Utána pedig az LG képviselői következnek, ők már itt vannak és várják, hogy adásnak rüljenek. Szervusz István, először is szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk nálatok. Szervusz Zoli, üdvözlöm a HOCTV nézőit. Számunkra megtiszteltetés az, hogy a történelmi első egésznapos adásotokat ide kitelepülve hozzánk, ugye a számítógépgyárban, ami a Gellért hegy tövében van, ide eljöttetek és megtiszteltetek bennünket ezen a kicsit borongós és ilyen őszies, álmosító napon. Azért szeretném, hogyha a nézők egy kicsit fölébrednének, és bizony a fölébredésért azt mondom, hogy igen. Jó napot kívánok mindenkinek, érdemes ide figyelni, egy sétarepülést lehet nyerni, amiben a városunkat fölülről tudjátok megcsodálni. Ezt fogjuk majd ugye a mai napon kisorsolni azon nézők között, akik kellően figyelemmel nézték az adást, és válaszolni tudnak majd a kérdéseinkre. Pontosan hány kérdésünk lesz? Pontosan 5 kérdés lesz. A kérdéseket a nap folyamán folyamatosan fogjuk feltenni. A válaszokat nem telefonon várjuk, ugye van telefonszámunk is, ugye azt már megszokhattátok. Nem telefonon várjuk, hanem e-mailben, mégpedig, ha jól emlékszem, akkor december 13-ig lehet majd ezt elküldeni. A helyes válaszolók között fogjuk kisorsolni a sétarepülést. Amit nagyon fontos, és azért még el kell mondanom, mielőtt elfelejtem, mindent kipróbáltunk itt a helyszínen, tehát a kamerák, világítás, minden rendben van. Egyetlen egy dolgot nem tudtunk, ez az internet kapcsolat, és ugye mi interneten sugárzunk, tehát hogyha az internet kapcsolatban lesz kis akadás, akkor előfordulhat, hogy nálatok megáll a kép. Ilyenkor semmi más dolog nincs, a böngészőt frissíteni kell. Úgyhogy kérünk szépen titeket, ha ilyet tapasztaltok, akkor ne szaladjatok el, maradjatok velünk, frissítsétek a böngészőt, és remélhetőleg akkor vissza fogunk térni, és itt leszünk újra képben és hangban. István, egy pár szót a cégről szeretném, ha mesélnél nekünk. Azt tudom, hogy a Kverti Computer 25 éves. Jól tudom? Igen, jól tudod. Szeretném, hogyha nézők azért egy picit részt vennének abban, hogy együtt ünnepeljük meg a 25 éves születésnapunkat, amely kicsit elnyúlik, mert azért egész évben ünneplünk. Akciókkal próbálunk kedveskedni a vásárlóinknak. Való igaz, 1984 júniusában alakult meg az ős Kverti, ez egy GMK volt az akkori törvényeknek megfelelően. Az alaptőkéje az mindössze 4000 forint volt. Ez volt azért akkoriban. Azért bocsánat, hogy egy kicsit próbáljunk. Nem biztos, hogy minden néző tudja, hogy mennyit ért 1984-ben 4000 forint. Ez körülbelül egy közepes havi fizetés volt a 4000 forint, illetve hát akkoriban én kezdő mérnök voltam, mint kezdő mérnök ennél kicsit kevesebbet kerestem, ha jól emlékszem, akkor olyan 3600 forintot, tehát több mint egy havi fizetésből alakult a Kverti. Igazából a cég helyileg sohasem hagyta el ezt a környéket, aki még nem tudná, itt vagyunk a Gellért tértől egy saroknyira, ahol a címet nyugodtan mondhatod. A Bartók Béla út 14-ben. Ez a Gellért szálló utáni első ilyen kereszteződés, ahol a bankok vannak a sarkon, illetve aki régebb óta ismeri a várost, itt valaha volt a hölgyek számára, mondom, egy konyhabútor volt, az urak számára pedig mondom, hogy valaha egy híres ezermesterbolt volt és itt. Úttörőbolt. És úttörőbolt volt, úgyhogy nagyon sokan itt vették a sípjukat, meg az úttörővüket, meg a nyakkendőjüket. Az idők változtak. A mellékutcában egy szuterin helységbe kezdtük, aztán ezt elég hamar kinőttük, és
Szerencsénkre 1990-ben az előprivatizációnál meghirdettek egy, hát akkor szinte csodaszámba menő főútvonali boltot. Ez lett a kisboltunk, amiből aztán később nyomtatóbolt lett, aztán fényképezőgépbolt, aztán notebookbolt, ahogyan az évek során alakult a vásárlóknak az igénye. Ez itt velünk szemben a Bartók Béla út 9-ben üzemelt a boltunk, de ezt hiába nyitottuk meg 90-ben, nagyon hamar kinőttük azt a 60 négyzetméteres boltot, 1995-ben újabb helység után kellett nézni. Hűségesek voltunk a vevőinkhez és a helyhez, és körülbelül 50 métert költöztünk megint, így itt a 100 méteres körünkön belül, és itt az Ezermester boltot sikerült birtokba vennünk, amelyet hát azóta azért felújítottunk. Ez annak idén körülbelül úgy nézett ki ez a bolt, mint a Corvin áruház néz ki ma. Tehát egy alumínium doboz volt körbevéve, és az volt az utcai portálja, egy nagyon furcsa dolog. Ezt mi bontottuk le, és mi állítottuk vissza az épületnek az eredeti nyílászáróit. Na, de visszatérve a cégre, tulajdonképpen azért a forgalmunk jó néhány éve milliárdos nagyságrendű. A dolgozóink száma azért most is 20 fő körül van. A most is azt azért kell érteni, mert hát azért a hazai gazdaság és ezen belül a számítástechnikai iparágnak egy nagyon különleges helyzete van. Gyakorlatilag azért ne felejtsük el, hogy az évtized elején volt egy nagy boom a Sulinetnek köszönhetően. Nyilvánvalóan most körülbelül abba a hullámvölgybe vagyunk, amikor néhány évig mesterségesen földagasztották a keresletet, most egy kicsit visszaesett, és természetesen, hát ugye kedvenc szavunk, erre is persze rájött a válság, amely szintén nem jól befolyásolja a dolgokat. Nagyon érdekes egyébként ugye maga a számítástechnika. Tulajdonképpen el lehet mondani, hogy az egész IT iparág a világon az különleges státuszban van, de erről majd egy későbbi beszélgetésben fogunk beszélni. Nagyon érdekes következtetéseket lehet levonni az IT iparágat figyelvén az egész világra. Két kérdésem van, az elsőt egy rövid lesz. Tudsz a tiéteknél idősebb céget, aki régebb óta a piacon van? Igen, tudok, de nem budapesti, nem túl sokat. Meg kell említenem, van egy fehérvári konkurensünk, aki azért nálunk kicsit nagyobb, és talán egy-két évvel idősebb, mert ők azt hiszem 81-ben kezdtek. Budapesten nem nagyon tudok, legalábbis ismert cégről, bocsánat, nem szeretnék senkit megsérteni, mert nyilván nagyon sokan kezdték akkor az ipart, mint mi, és nyilván ezeknek egy része ugyanúgy folytatja, mint mi, ugyanolyan kitartással. De ma azt azért mondhatom, hogy Budapesten a PC forgalmazó és notebook forgalmazó cégek közül senki nincs, akinek ilyen történelme lenne. És nem csak, hogy ilyen, hanem egyáltalán sajnos azt kell mondanom, hogy ez egy olyan szennyezett piac, hogy a legtöbb cég azért nem éri meg az 5 éves születésnapját, vagy azért, mert tönkre megy, vagy azért, mert közben véletlenül adószámot, nevet változtattak, amire egyébként nagyon sok példát láttunk megint csak a közelmúltban, de ez megint majd egy másik beszélgetésnek képezi a témáját, amelyet majd a nap folyamán fogtok itt látni. Még egyszer mondom, érdemes fölébredni, érdemes odafigyelni, mert csak a helyes válaszok alapján lehet sétarepülést nyerni, és egy színes, nagyon érdekes programot állított össze Zoli, ahol bizony nagy márkáknak a képviselői jönnek ide, amiről én csak így kapásból eszembe jut, az a Microsoft, aki nyilván majd a Windows 7-ről is fog beszélni egy kicsit. Talán ugye az Asus is. Ők pont nem lesznek. Húha, akkor most rosszat mondtam, de akkor inkább átadom neked a szót. Egyetlen egy kérdés, amire egy mondatban kérek, hogy válaszolj. A jövő évre mit vársz?
A jövő évre természetesen ugyanazt várom, mint az idei évre, a fellendülést. Na most, ha úgy kérdezted volna meg, hogy mi a valószínűbb, akkor erre már azért nem ennyire optimistán venném. Azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy a cégünk nagyon jól teljesített ebben az évben. Ez azt jelenti, hogy körülbelül azt lehet mondani, hogy a hazai szakmában nálunk, az idén nálunk a legkisebb a visszaesés. Én úgy gondolom, hogy aki az idén növekedésről beszél, az vagy nem Magyarországon van, vagy nem biztos, hogy a valós számait mondja. Ezt ne feszegessük szerintem. Jó, István, nagyon szépen köszönöm, akkor, hogy itt lehetünk még egyszer, és az LG-s kollégákat megkérem, hogy közben a másik irányban foglalják el a helyüket. A mikrofont elkérem tőled. Köszönöm szépen, István. Még beszélünk akkor. Ezt a mikrofont ide fogom adni. Tehát az első vendégünk akkor az LG. Én helyet is foglalok, úgyhogy megkérem a kollégát, hogy akkor a kamerát fordítsa át ide a következő helyszínre. Zoli, foglal helyet. Égyni. Alakul, látom magunkat. Üdvözlök mindenkit. Tehát a vendégünk Burom Zoltán, aki az LG-től érkezett, és három nagyon érdekes hardware-t hozott magunkkal. Leginkább négy. Bocsánat, igen. Média lejátszót is hoztunk. Igazából amiért ők meg vannak ide hívva, azok nagyon egyszerű, a számítástechnika és a multimédia elég erősen kezd összemosódni, és ez az LG termékeinél is azért tükröződik. Az idei évben rengeteg érdekes termékkel rukkoltak elő, ezek közül már az oldalunkon is volt bemutatva néhány, de most hoztak újakat is, úgyhogy én azt gondolom, hogy át is adom a szót neked, és akkor vegyük sorra, mivel kezdünk. Ha jól látom, van itt egy projektor, egy asztali lejátszó, lesz egy TFT. Egy média lejátszó, illetve egy LED monitor. Ez egy LED-es monitor már. Jó, melyikkel kezdjük? Akkor üdvözlök mindenkit még egyszer. Nagyon köszönöm a meghívást, vagy köszönjük így az LG nevében és a kollégáimmal együtt, hogy itt lehetünk. Azt gondolom, hogy menjünk akkor sorba, ha már a kamera úgyis erre néz. Hoztunk egy projektort, ahogy említetted. Ez az LG legújabb. Megkérem a kollégákat, hogy esetleg kapcsolják is át a másik kamerára a képet. Arra a kamerára, igen, hogy esetleg akkor ezt lehessen is látni.